A közgyűlésen a képviselők úgy döntöttek, hogy 3 nyugati iparterületen fekvő telket eladásra kínálnak befektetőknek. A Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője Kaposi László reméli, hogy a telkek kiárusítása új munkahelyeket teremt majd a városban élőknek. A képviselő a Városüzemeltetési Kft.-hez kapcsolódó esetleges átszervezésekről is kifejtette véleményét. Itt arról van szó, hogy a városüzemeltetést az előterjesztők úgy gondolják, hogy át kellene helyezni egy magánvállalói gazdasági vállalatba, ami a városon belül üzemelne, önkormányzaton belül. Ehhez benyújtottak egy nagyjából valószínűségre, illetve hát körülbelüli számításokra épülő tervezetet. Mi elfogadtuk, tulajdonképpen azt mondtuk, hogy nem tartjuk ördögtől valónak ezt az ötletet, mind a két formában lehet jó üzemelni, de hát kértük ennek a pontosabb kidolgozását, egy üzleti terv elkészítését. 2016-ban a Békés-megyei Önkormányzat, a Békés-megyei Kormányhivatal és a Békés-megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. Közösen pályázott Európai Uniós forrásra, amivel hátrányos helyzetű álláskeresőknek indítanak majd a következő években munkaerőpiaci programokat. Kociha Tünde, a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselője szerint az 1,1 milliárd forintos forrásból indított programokon 750 ember vehet részt, ebből csak 215 főnek garantált a későbbi elhelyezkedése. Véleménye szerint ez aránytalanul kevés. A másik téma, amiről kifejtette álláspontját a sajtótájékoztatón, az a kistérségi társulással kapcsolatos előterjesztés volt. A nyomozást megszüntették, bűncselekményt semmilyen tekintetben nem tudtak megállapítani. Éppen ezért feljelentés már ebben az ügyben továbbiakban nem tehető. Emiatt egyébként értelmezhetetlennek tartom azt a határozatot, amit a többség elfogadott. Én ezt nem támogattam pontosan azért, mert okafogyottá vált az a határozat, hogy a jogi ügyrendi bizottság tovább vizsgálja a polgári peres eljárás lehetőségét, és erre még 500 ezer forint értékben, vagy 800 ezer forint érték határig jogi tanácsadásra biztosítunk a költségvetésből egy keretet, mivel nem a Békéscsabai önkormányzat volt ennek az ügynek a sértetje, hanem a kistérségi társulás, így polgári peres eljárást sem tudunk kezdeményezni. Most már a kistérségi társulásnál pattog a labda, nekik kell ezt az ügyet tovább vizsgálni, ha akarják, és ők tehetnek további lépéseket jogorvoslat terén. Mi ebben az ügyben már lépéseket tovább nem tehetünk. Takács Péter, a lehet más a politika önkormányzati képviselője nem így látja a helyzetet. Nem talált olyan megalapozott indokot, amivel bűncselekményt állapított volna meg, független attól, hogy amennyire én kívánok, azt gondolom, a városképviselőt olyan különösebben meg se hallgatták ebbe az ügybe. Hozzá kell még tenni, hogy úgy zárta le a rendőrkapitányság a nyomozást, hogy a városnak felevezése lehetősége sem volt. Jogi ügyrendi bizottság megvizsgálta a lehetőségeket, és a közgyűlés 3 különböző alternatívát hozott be. Ebből én elsősorban azt támogattam, ami azt jelezte volna, hogy újra föl jelentést fogunk tenni, de a közgyűlés egy másik alternatívát fogadott el, amelynek a lényege, hogy a jogi ügyrendi bizottság újra megvizsgálja összes létező lehetőséget, hogy valamilyen úton, módon, vagy büntető jogi formában, vagy jogi formában, de megtaláljuk a felelőseit azoknak, akik ezt a, még egyszer mondom, vélelmezetten törvénytelenül elköltött 160 millió forintért felelnek. A képviselő sajtótájékoztatóján kifejtette véleményét a békéscsabai felsőoktatással kapcsolatban is. Szerinte a jelenlegi fenntartó nem mindig volt jó gazdája az intézménynek, ezért mindenképpen új lehetőségeket kell keresnie a városnak. Holnap délelőtt 10:30-tól a közgyűlés teljes egészében láthatják a Csaba TV-n.